Idén második alkalommal indította el Döngi Csillő nevet viselő foglalkozásait a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentumóvoda. A találkozásokon az anyukák és 3 év alatti gyermekük együtt vesznek részt. Molnárné Győri Erika, az intézmény szakvizsgázott óvoda pedagógusa elmondta, hogy a foglalkozások lényege, hogy minél hamarabb elkezdjék a gyerekek zenei fejlesztését. Nagyon-nagyon fontos ez a korosztály, hiszen fontos az egyenletes lüktetés, ami majd később a iskolában a szótagolásra, az iskolai olvasásírás tantárgyaknál nagyon-nagyon elemi fontosságú lesz, illetve az énekhang. És itt legelsősorban a szülőkhez szólunk, hiszen ezek a gyermekek még nagyon-nagyon aprók, picik, és arra bátorítjuk a szülőket, hogy igen, énekeljenek. Lehet, hogy azt mondják, hogy nekik nincsen hangjuk, régen énekeltek, ezért itt az alkalom, hogy bátrabban, minél jobban, és sokkal kedveltebben énekeljenek a gyerekeknek, minél többet a nap folyamán, hiszen a gyermeknek az édesanyja hangja a legszebb. És elővesztük ezeket a régi, tanult általános iskolai dalocskákat, mondókákat, höcögtetőket, ami ezeknek a gyerekeknek a életkori sajátosságaiknak megfelelő. Vegyétek körbe a gyermekeket, mintha kis passzik lennék. Megkérdeztünk egy anyukát is a téma kapcsán, aki elmondta, 15 hónapos kisfiával már a tavalyi évben is részt vett minden foglalkozáson. Ez a program nagyon hasznos, akár kicsiknek, nagyobbaknak, Bölcsitől tényleg az óvoda végéig akár, játékosan, a zenével fejlesztik a kicsiket, és mind a társasági életük is fejlődik ezáltal. Rengeteg mondókát éneklünk, táncolunk, és közben a gyerekek és a szülők is jól érzik magukat ezeken az alkalmakon. Jól lovat vesz, nagyja, ó! Gyite, paci, gyite, ló! Gyit, ráró, hú! A foglalkozásokat tartó Molnárné Győri Erika a riporterünknek elmondta, minden szülőt arra biztat, hogy szerdánként látogassanak el a református Talentum óvodába, és vegyenek részt a foglalkozásokon. 5 órától kezdjük a foglalkozásokat, különböző hangszereket ismertetjük meg a gyerekekkel. Én hegedülök, de ezen kívül nagyon-nagyon felszerelt az óvodánk, dallamhangszerekkel, ritmushangszerekkel, és természetesen itt még játszhatnak, beszélgethetnek a szülők, egymástól tanulhatnak, és remélem, hogy ezekkel az alkalmakkal elérjük azt, hogy bátran és minél több zeneszerető gyermeket, családot, szülőt fogunk úgymond képezni. A Talentum óvoda szeretettel várja a következő foglalkozásra is a kicsiket és szüleiket. Nem megyünk